8-a van június 2011, szeretettel köszönöm mindenkit a Hírháttér Multimédia, minden magyarok legüldözöttebb és legbetiltottabb médiája, minden magyarok legüldözöttebb és legbetiltottabb újságíróival, szinte valamennyien keresztjének vagyunk, Echelon tényfeltárok és Echelon tanúk, illetve mi gyűjtöttük össze Európa történelméből a legtöbb Echelon tanút. A társaságunkban köszöntöm Balázs József urat, aki Ausztriából való és a kilakoltatások ellen küzd, Dabasi Tamás, a Fehér Kéményseprők Országos Szervezetének elnöke kezdeményezésére. Szavítatást kellett vállalnom a magyar lakosságnak, azért kellett hazajönnöm Ausztriából, hogy igenis segítsem ezt a folyamatot, hogy ne legyenek ennyire a rendszernek, illetve a bankoknak kiszolgáltatva. Fel vagyok háborodva azon, hogy a bankok büntetlenül szinte mindent megtehetnek a magyar lakossággal. Itt láthatjuk éveken keresztül, beugrasztották óriási kölcsönbejüket, most pedig mennek a folyamatos kilakoltatások. És az állam nem tesz semmit. Azt, hogy nem tesz semmit, még inkább a bankokat segíti. Azokat támogatja annak ellenére, hogy a magyar lakosság szinte negyede talán, vagy több mint negyede el van teljesen adózódva. Szinte olyan szinten él már, hogy a mindennapi megélhetés gondot okoz. Ha a lakás eddig lesz a fejük fölött, csak hűrajtuk bullik most már. Ígért változást állítólag a Magyarország miniszterelnöke, de ez csak nehezített a dolgokat, mint hogy könnyített volna. Tehát szégyen és gyalázat, hogy ezt kellett megérni ennek a magyar nép, dolgos magyar népnek, aki eddig Európa büszkesége volt. Most már Európa szégyene. Ugyanakkor arról mi a véleménye, hogy Orbán Viktor direkt használva a 2006-os retorikát felhívta a rendőrség figyelmét arra, hogy nehogy bármiben is az úgynevezett rendbontók mellett álljon, mert ugye Gyurcsány Ferenc alkalmazta ezt a kifejezést, mielőtt szétlőtt 100 000 embert, minden idők legbizonyítottabb lakosság elleni terrorcselekményeket és alkotmányos rendet megdöntő sortüzeit megvalósítva, ő alkalmazta a rendbontók kifejezést, rendzavarok, rendbontók, és most Orbán Viktor ugyanezt használja, hogy nehogy véletlenül bármiben is a rendőrség a rendbontók oldalára álljon. Tehát, hogy Orbán Viktornak eszeágában nincsen elszámoltatni a rendőri állományt, hanem fel akarja használni a lakosság politikai ellen, amelyet teljesen ellenségnek tekint. Tehát Orbán Viktor elmebeteg vagy. Orbán Gáspár a te hülye elmebeteg apád, tehát az egész lakosság az ellenség, és ez igaz is, mert aki annyira nincs olyan mélyen, mint a te elmebeteg apád, az valóban ellenségként láthatja az Antikrisztust, amennyiben az elméje valamennyire működőképes, te elmebeteg. Igen, igen, ez valóban így igaz, de hogyha megnézzük, hogy ugyan kik azok a szimpatizánsai, akik még rászavannak, azok, akik még mindig jó beosztásban vannak. Ezek nem mernek nemet mondani, ezek hivatalból kénytelen kell menni szavazni, mert elmennek, mert a listán megtalálják a nevüket, ha nincs már másnap kivarrúzva. Sajnos politikai nyomás gyakorlás és stresszbe tartása. Nem is beszélve, hogy még ahol az ő embereik vannak beosztásban, azok szinte kivétel nélkül így merik csak mondani, hogy És József, hogy látja azt, vagy hogy látod azt, hogy gyakorlatilag a mindenkori kormányokon múlik, és a mindenkori kormányok szabta lehetőségek és feltételek azok, melyekben a bankkartelek működni tudnak. Tehát a mindenkori kormányzat az, amelyik meghatározza, hogy a bankok milyen lehetőségek mentén dolgozzanak, mozogjanak. Tehát a lakosságot milyen és mi módon adjanak hiteleket. Egy hullom pendülnek. Mikor egy médiát nézünk, akkor egymás ellen vannak, a háttérben viszont a legjobb barátok. És hiába teszünk bármit, ők ebben a technikában kifelé, a lakosság felé azt mondják, amit hallani akarnak, ők egymás között pedig osztják a kismeret. Tehát kifelé mutatják a jól bevált korraborát, propagandát, saját maguk pedig egymással, mint bűnszervezet, mint gazdaság és politikai bűnszervezet egységszándékban együtt dolgoznak. Igen, én is így látom. Vagy amit mondtál, arról az jutott eszembe egyébként, amit előtte mondtál, hogy Polgár Tamás most, Polgár Tamás is a bomba hír, megbuktatta az első kerületi polgármestert jelentős pénzügyi bűncselekmények miatt, és aki az a volt parkolóőr, aki diszpécser, aki megbuktatta ezt a társaságot eredetileg, és ugye a bombahír tényfeltárta, azt pedig elszállították, rendőrök mentek rá elfogató parancsal este 10 órakor vagy 10 óra után, és elszállították a pszichiátriára azzal, hogy önveszélyes, ugyanis előtte, öngyilkosságot kísérletnek, hogy felhívja a figyelmet a problémákra,
az már lezajlott, az megtörtént, és jóval később a lakására szállt ki a maffia, rendőr maffia, aminek ezért, amiért nem szabad tüntetni, hogy ő nekik 40 évesen menjenek nyugdíjba, meg egyebek, meg kiemelt fizetés, még mit nem. És tegyük hozzá azt is, hogy Dabasi Tamás ugye meghirdette a kilakoltatások ellen is a tüntetést, és hogy 24 órás legyen, és sátorozhassanak, mely van hely itt a Hősök terén, de a rendőrség megtiltotta, hogy itt sátorozhassanak a kilakoltatások ellen, holott, ha jól emlékszem, a tegnapi napon is volt egy lakásrobbantás, mert a kilakoltatott személy előtte meg ugye valaki kiugrott az emeletre és meghalt, mert ki akartak lakoltatni most is egy szemét, és az felrobbantotta az egész étteremet. Molnár úr, amit mond, én úgy gondolom, hogy sokkal fontosabb a hajléktalanság, illetve a kilakoltatási probléma, mint az, hogy a rendőrök 5 évvel később vagy előbb mehetnek el nyugdíjba, illetve, és hogy 20 000 forinttal... Miért nem fér el rendőr maffia, Tóth Tamás, te elmebeteg baromállat, miért nem férnek el itt a sátrak, mikor egymás után halnak meg a kilakoltatás előtt álló személyek? Tehát mi ok? És elvitetitek a tényfeltárot, így van benne az interneten is, így szól a cikk, hogy a tényfeltárot elvittétek az elmegyógyintézetbe. Mert igazat mondott. Mert lebuktatta az első kerületi orbáni polgármester. Orbán Viktor, te elmebeteg, egy mániákus pszichiátriai tömeggyilkos. Mit mondtunk, Tóth Tamás terrorista, budapesti rendőrkapitány? Hogy Orbán Patkány Viktor lesz minden magyar idők leghírhettebb pszichiátriai bűnözője és legbukottabb. Ez pontosan ebbe a szériába illik, és fel is fogjuk használni. És még egyszer felszólítom az Amnesty International-t, hogy minden legpéldátlanabb Magyarország médiaüldözés van, ami Magyarország történelmében volt, ennyire dokumentálva, mert a többit ugye akkor még irányított média volt, most az internet miatt ez nem megy. Mikor óhajtotok foglalkozni a médiaüldözéssel, ha már egyszer a világ sajtóban annyira sokszor foglalkoztak vele Orbán Viktor média üldözésére. Itt vannak a konkrét ügyek. Visszatérve, amit Molnár úr mondott, hogy meddig akarsz még belebukni a pszichiátriai kényszergyógykezeléseidbe, bezárásaidba, a politikai gyilkosságra való előkészületeidbe. Tehát ezek a kényszergyógykezelések, pszichiátriai bezárások már nem fognak ám Orbán sokáig menni. Orbán Viktor, te elmebeteg, elvittetted már az első kerületi polgármester pszichiátriára vagy börtönbe? Hát nyilvános, az egész bolygón látható az emberednek a büntettei. Akkor hogy kerülnek oda elfogató parancsal, hogy elvigyék a tényfeltárot azzal, hogy önveszélyes? Egyébként meg azt meg nem engeditek meg, a te rendőrséged, Orbán Viktor, hogy itt a Hősök terén a jó ügyért harcoljanak, és a hajléktalanságét, illetve a kilakoltatásét és a lakásmafia ellen tüntessenek. Miért fenyegetik meg Dabasi Tamást a lakásmafiózók? Miért fenyegetitek meg Pintér Sándor? Miért nem jöhetnek ide kitüntetni? A te rendőrséged, Orbán Patkány, miért nem engedi Tóth Tamással együtt, miért nem engedik, hogy itt tüntessenek Dabasi Tamásék és sok jó akaratú ember? Azért, hogy a bankármafia ne tudja kitenni a saját lakásából. Ne tegyenek ide sátort erre a hatalmas területre, hanem dögöljenek meg. Halljanak meg, és aki nem tetszik valaki tényfeltár, azt meg rendőrmafiát? Életfogytiglan Orbán Patkány, nem fogad fel, te elmebeteg? Tartó kényszermunka. Így van. Így van, így van. Megúszták, ha csak látod, Orbán Viktor, mit mond mindenki? Minden ember azt mondja, hogy elmebeteg, nem normális vagy, és kényszergyógykezelésre szorulsz, és kényszermunka. Fegyház és kényszermunka. Tudjátok ti is olyan jól, hogy annyira stresszben van a magyar lakosság tartva a rendőri hatalommal, félek, hogy egyszerűen elképesztő. Tehát egyből a rendőrséggel. Ha egy tüntetést akar szervezni, ez nem úgy van, hogy megszervezem a tüntetést. Ezzel kérvényt adok be, és pitymálják, vagy megadom, vagy nem, kitalálok dolgokat, vagy akkor juttassa tudatomra, akkor már nincs meg a 48 óra előtte való bejelentés, és nincs időm rá felkészülni. Számtalanszor jártam így, hogy le akart látogatni az egyik vidéki városba, és nem tudtam megszervezni az ellentüntetést, mert az utolsó percben tudtam meg, hogy jön. Szégyen és gyalázat, szégyelte bevallani. Amit a József mond, az azt jelenti, hogy úgy van megszerkesztve a polgári jogok, a törvény, a tüntetésjog, úgy van megszerkesztve a szabadság joga, a szólásszabadság joga, hogy ne tudjon élni vele a lakosság. Tehát ne tudjon tüntetni, tehát nincsen gyakorlatilag szólásszabadság, nem lehet tüntetni, nem lehet demonstrálni. Tehát meg van tiltva. A média az Orbán Viktor kezébe van. Csak egyedül a Hírháttér multimédia, amelyik a hajléktalansággal, a lakásmafia áldozatokkal, a kilakoltatókkal foglalkozik, minden hasznossal, minket meg betilt Orbán Viktor hamis vádak alapján, hogy náci propagandát terjesztünk. Miközben mi vagyunk az egyetlen média és egyáltalán szervezet egész magyarságon belül, akik a legtöbb
személyt vitték a roma gyilkossági tárgyalásokra is, az ártatlanok élete védelmében is a legkedveltebb roma jogvédők is vagyunk egyúttal. És akkor van pofát, te elmebeteg tömeggyilkos Orbán patkányi náci görény. Fasizmus vágyával minket perbe fogné betiltani a médiát. Nem te az Amnesty Internationalnek nem tűnt föl, vagy még külön bizonyít, vagy fizet érte az Orbán, fizet a Fidesz? Egyébként mi tartja vissza az Amnesty International-t, hogy külföldről a világsajtó Orbán Viktort konkrét ügyekben húzza lefelé, az Amnesty International pedig hallgat. Egyébként meg egyetlen egy ügyel Orbán Viktor téged élet... roma jogvédők, és mi vagyunk nem az Amnesty International, mert nem csinálnak semmit. Politikai fegyverként sorba vitetett Orbán Viktor az embereket a pszichiátriára, elektrosok terápiákat hajtatok végre rajta, kényszergyógykezeléseket, elmebetegi nyilvánításokat, csak azért, mert a te rendszerednek az ellensége, és féltek, hogy az igazság kiderül. De nem tudsz elhallgattatni bennünket, Orbán Patkány. Viktor, figyelj csak, kérünk még olyan ügyeket, amikkel ilyen egyszerű módon lehet bizonyítani a te és a bandád életfogytig tartó fegyházbüntetése biztosítását. Mondom még több ilyen ügyet. Amen. Köszönjük a figyelmet! Balázs József urat látták és hallották, Sós József Titán, a bolygó egyik legfőbb eselon tanulja, Molnár F. Árpád vagyok, a Hírátér multimédia alapító főszerkesztője, a Hírátér megalapítása előtt általános vélekedések szerint a föld legfőbb eselon tanulja, a kamerát a világszintű eselon tényfeltáró Domján Tibor úr fogta. És még egy utolsó ehhez. 8-a van, június 2011. Még annyit hozzá szeretnék tenni, ez nagyon fontos, hogy minden egyes emberért és emberjogokért a végsőkig el fogunk menni. Mind a romák érdekvédelme, mind a hajléktalanság védelme, mind a kilakoltatottak esetében, a lakásmafia esetében minden ember élete számít, és mindenkinek az emberi jogaiért harcolni fogunk Orbán Viktor az utolsókig. Mert minden ember számít neki. És úgy van rendjén, hogy egy ország legfőbb bűnözője és mafiózója legyen a legutolsó, és az te vagy Orbán Viktor, ezért a te életed és jogaid számítanak a legkevésbé, és ezt meg is fogod tudni te és családod is. Ez nem fenyegetés, hanem döntés. Nincs elfelejtve. Lehet, hogy nem egy év múlva, tíz év múlva, de ezt százszor kapják vissza. Százszor. Amit a magyar néppel művelnek. Így van, amit művelnek a magyar néppel. És a bűn apáról fiúra száll a családnak, akkor fizetnie kell. Úgy, ahogy mondta Jahve. És látod Orbán Viktor? Látod, hogy mindenki ezt mondja? Bárki azt mondja, hogy te egy utolsó tróger, bűnöző, terrorista, népírtó, elektrosokkos hazaáruló vagy. Mindenki ezt mondja Orbán. És meg foglak bukni. Nézd ide! Megbuktatlak Orbán. Megbuktatlak. Meg fogsz bukni. Nézd a szemem. Megbuksz.